festőművész akartam lenni. Rajztanárom Miskolcon, a Királyi Katolikus Fráter György gimnáziumban elkapott, és azt mondta, hogy te, döntened kell. Vagy koldusbot, vagy pedig pénz. Mondom, hogy mi a döntésnek a alternatíva? Hát azt mondja, elmész építésznek, mert ott annyit rajzolhatsz, amit akarsz. Na, ez bejött, mert hát ma 10 000 festményem, rajzom, stb. Ever otthon, mert én építészet mellett, építészettel rengeteget rajzoltam. És építész lettem, ahol megint a származásom hozta tulajdonképpen a döntésemet, nevezetesen az, hogy a tanárom, Bardon Alfred doktor, engem egy tanársegédnek jelölt dékáni hivatalban. És akkor lehívott a dékáni hivatalnak a akkori fura ura, és azt mondta, hogy te nem lehetsz tanársegédeten a Műegyetemen, mert egy volt Magyar Király ezredesnek a fia nem ronthatja itt a ifjúságot, és ezzel elbúcsúztunk, és én nem lettem tanársegéd, de viszont rendkívül egész életem erről szólt, hogy kevés rossz embert ismertem, de rendkívül sok jó embert. Pillanatok töltrésze alatt elhelyeztek engemet egy tervezőirodába, ez volt a mezőterv, amit a Laudáció is megemlített. És ott a irodába nagyon érdekes feladatokkal kezdtem megismerkedni a magyar népi építészettel. Azóta is vallom, hogy amit a paraszt a maga józanságával, egyszerűséggel, arányérzékével csinált, az ott van minden magyar, jó magyar építészetben, és a világ építészetében, ne felejtsük el, hogy Le Corbusier, a híres francia építész, Magyarországon az Alföldön járt tanulmányi úton, és tanulmányozta a magyar paraszt házainak a szépséget. Na most akkor elindultam ezen a nyomon, aztán belekerültem egy másik tervezőirodába, miután a mezőterem megszűnt, ez ipartermnek nevezték, és akkor lehetett jelentkezni, és megint, és bármibe ütközöm, vagy mondok, az ennek a Kárpátokkal koszorúzott országnak a belsejébe történik, amit mi Kárpát-hazának kell, hogy nevezzünk, és ebben a Kárpát-hazában Szent István óta nem az egynyelvű, hanem a többnyelvű lakosság, etnikum a döntő, de a Kárpát-hazát mind egységesen szereti. Lehetett jelentkezni angliai útra, méghozzá egy Erdélyből, Angliába származott Goldfinger Ernőnek nevezett építész kezdeményezésére, aki meglátta, hogy hogy kínlódunk ebben a hazában, nem jutunk semmire, alacsony a fizetésünk, és ő felajánlotta, hogy angol tervező irodákba évente 2 éves váltással el fog helyezni építészeket, és így kerültem én is bele ebbe a társaságba, és itt ismerkedtem meg a leendő főnökömmel, Richard Shepherddel, egy kiváló építésszel, aki a közel állt a magyar paraszti építészet, az új brutalizmusnak volt a tanítványa és művelője. És én egy hónap után meghívást kaptam hozzá Karácsonyra, mert Karácsony előtt érkeztem. A kollégáim, az angolok, akik ott ültek, nem győztek csodálkozni, azt mondja, hogy ilyen még egy angol építészen se történik, hogy a főnöke meghívja karácsonyozni. Elmentem, beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy nézd Francis, mert így nevezett engem, Angliában aztán erről a néven terjengtem. Nézd Francis, téged ide a Goldfinger elhelyezett, és azt mondta, hogy most egy jó rajzolót fogok kapni. Na most egy jó rajzoló helyett én úgy vettem észre, hogy te több vagy annál.